Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Győrben. Most egy olyan előadástípus következik, amit nem szeretek és nem szoktam hozzá, ezért meg kell csinálni. És ez pedig a kottából való zenélés, tehát a fix prezentációnak, mint bevezető felhasználása, de utána elkerülhetetlenül következnek a kérdéseitek és az arra adott válaszok. A bevezető előhangjaként egy fiatalkori frusztrációmat szeretném megosztani veletek, amikor még bohó módon azt hittem, hogy Európa rendelkezhet egy egységes fogalmi bázissal, amely a test, a lélek és a tudat működését leírja. És rá kellett jönnöm, hogy az elmúlt 2000 év semmi mással nincs tele, mint újabb és újabb értelmezéssel, hogy például mi a lélek, a test az ugye látható, de a működéséről rengeteget hallunk, ami vagy úgy van, vagy nincs, és a tudat pedig úgy amblok félre van értve. A keleti hagyományban nagyon sok minden megfogott, a cselekedhetőségtől kezdve a realizációs praxisig, egy világos, elérhető célig, de az is, hogyha Indiától Kínáig elmész, és a jogától a zenig mindent szépen szátba veszel, kirajzolódik egy egységes, egymásra épülő test, lélek és tudat kép. Amit most látni fogsz, az az advaita védántától kezdve a mahaján a buddhizmuson át a zennek a hardkor változatáig magvában, lényegében ugyanaz. Ennek az eredeti generikus változatát a kicsi, illetve a nagy zeniránytűben olvashatod, ott ez úgy szerepel, hogy a tudat által teremtett karma és annak működése. A test, ahogy hallhattad, láthatod és tapasztalhatod, az a hardware. A lélek a szoftver, a tudat pedig a látó és az operátor egyszerre. Az operátor egyrészt az elme, ami a léleknek is a része, de a tudatosság az iberen, tükörszerűen ebben a pillanatban. Most nézzük meg, hogy ez hogyan indul. Ez úgy indul, hogy a test az áll az érzékszervekből, amely szanszkritul az indria. És bár itt csak öt érzékszervről lenne szó, mint látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés ugye, folyamat, ez tartozik az öt érzékszerv és az öt érzékszervről való tudatos éber percepció. Tehát ahhoz, hogy Látvány legyen, ahhoz kell látás, és ahhoz kell a szem. Ahhoz, hogy hangot haj, ahhoz kell a hallás, kell a fül. Ahhoz, hogy szagot, illatot érez, kell a szaglás, kell az orr. Íz, ízlelés, nyelv, érintés, tapintás, bőr. És itt van a hatodik, ami nem a hatodik érzéked, ugye, misztikum, hanem egy olyas valami, amit a keletiek egy ugyanolyan szervnek látnak, mint a fizikailag látható előző öt, csak ott van az agy, vannak a gondolatok, és a gondolkodás, mint folyamat. És itt azért a gyermek, hogyha megnézed a fejlődését, mondjuk újszülött kortól kezdve, egy hatalmasat tanít, hogy ez miért más, mint a fogalmi gondolkodás. Ez a hatodik. Ha tényleg közelről figyelsz egy gyereket, vagy pedagógus, vagy segítő, vagy konduktor, vagy láthatod azt, hogy mondjuk egy másfél éves gyereknek elképesztően tiszta tudatfolyamata van, mindent ért, követi is, hogyha a szülő jó kapcsolatot ápol vele, de nincs fogalmi gondolkodása. Még egy határozott fonémákból álló szótagot sem mondott ki. De gondolkodás már van, az agya nagyon jól működik és vannak gondolatok, mert érzékeli a tiédet, és hogyha megfelelő tisztasággal beszélsz, követi is, de ő maga még nem beszél, még szótagokat sem formál úgy, hogy azok jelentéshez köthetőek legyenek, de tudat folyamat már van, és ez újszülött kortól fejlődik. És másfél éves korra eléri azt az artikulátságot, amely, ismét hangsúlyozom, fogalmi gondolkodás nélkül, de tudatfolyamatokat precízen mutat. És most rájön a fogalomalkotás mindenre, ez az, amikor megtanulunk beszélni. És a jelenségeket, amelyek így tudatformák, ellátjuk nevekkel. Aki tanulja mondjuk az indiai filozófiát, a náma a név, és a rúpa a forma így kapcsolódik. Tehát az indrián a testi érzékeléseken keresztül megkapjuk a valóságnak ezt a hadcsatornás folyamát, érzékelését, de ez önmagában még nem fogalomhoz kötött. Ez nagyon fontos. A fogalomalkotás az akkor van, amikor egy például nyelvi tudatosság, a vizsnána elkezd fogalmat alkotni, ezért beszél, ezért logikus, tehát tud elemezni, téziseket alkot, és itt jön létre a név és a forma kapcsolata. Ez a rendezett ismeret helye, hogyha jól gondolkodsz, és jól tanítottak téged gondolkodni. Na most, mivel ennek a rétegnek, a vizsnálának a kialakulása, ez nagyrészt kisdetkorban zajlik, nem emlékszünk rá. Nem emlékszünk arra, hogy volt egy olyan életkorunk, mondjuk ez a másfél éves, két éves, attól függ, hogy hogy fejlődsz, amikor még nem voltak szavaink, de már valóságérzékelésünk volt. És ezért a név és forma kapcsolódása az mindaddig nem világos számodra, hogy ez a tudat által teremtett, amíg vissza nem térsz a gondolkodás elé. Te adottnak veszed, hogy az ég kék és a fűzöld. És nagyon későn csak valamilyen praxis közvetlen tapasztalása által látod be, hogy az ég nem mondja, hogy kék, te mondod, hogy kék. A bot nem rövid vagy hosszú, te nevezed annak. Tehát amikor a név és a forma kapcsolódik a nyelvi és az érzékszervi tudatosságban, annyira fiatalok vagyunk, hogy ez a folyamat nem éber, nem tudatos, nem látsz rá. Ezért gondolod önmagában létezőnek a világot önmagában létezőnek a dolgokat. A következő az, amikor az elme, a manasz már szépen rátelepszik a név és forma világra, és ekkor megtanulja a gyerek azt, hogy nem nyúlunk a WC csészébe, mert azt a vizet nem fogjuk meginni, és nem kenjük a kezünkre. A csapból jövő vizet azt általában meg lehet inni. És a víz és víz között van különbség. Tehát itt a megkülönböztetésben elnyerjük a dualisztikus világfelfogásunkat. Itt születik meg a jó és a rossz, a tiszta és a szennyezett, itt leszünk bizonyos minőségű emberek, karakterek, itt alakul ki a típus, ami a te jellemed. És hogyha ennek van egy alulműködése, akkor nem tudod megkülönböztetni, a tisztát a szennyezettől, és ez felnőtt korban vagy közömbösségben megy át, hogy nem érdekel, hogy valaki él vagy hal, vagy pedig egy ilyen határtalanságba, hogy minden egy és minden mindegy. És ez azért hiba, mert hogyha a megkülönböztetést nem gyakoroljuk helyesen, akkor a duális világunk, amiben élünk, nem működik helyesen, és ezeknek a megkülönböztetéseknek az összekavarodása bizonyos típusú elmebetegségeket tud okozni egy jól működő elmére ugyanolyan szükség van, mint a meghaladásra, ennek a meghaladására. Mert hogyha csak ezt az első hármat nézed, és eddig ez a materiális ember. Tehát az az ember, akinek van egy megkülönböztető tudatossága, van egy fogalomalkotó tudata, és van egy érzékszervez kötött léte. És ennek a tetején, és ez a materiális embernek a csúcsa, mi áll? Az önkép. Tehát itt van a test, ott van az érzékelés, ott van a fogalomalkotás, és az egésznek a tetején ott van az önkép. És hogyha nem vagy képzett, ha nem gyakorolsz, akkor az egódat és a személyiséget azonosítod. Ebből ismerszik meg azt, hogy tényleg csak materiális érzékszervi világképed van, csak a láthatóhoz, érzékelhetőhöz, elsajátíthatóhoz van kötődésed. A dualitások ezért önmagukban vannak, és önmaguktól látszanak működni. És ebben a bizonyos ahamkárában, vagy én csinálóban alakul ki az önképed. És ezzel az önképpel szoktuk összetéveszteni az összes minőséget, amit a világban tapasztalunk. Az önképed valamilyen változatának. És hiába alakul ki itt az én és a más képzete, az avatár és az önvaló megkülönböztetéséhez e, már praxis kell. Ez az énség vagy önkép, ez annyira súlyos, hogy itt áll be az összes szűrő. Itt áll be az, hogy te magadat mennyire tartod fontosnak. Itt érvényesül az a sok-sok tudatalatti e, meghajtó vagy arhetipus, amelynek alapvetően háromféle működése van, teremtő, megtartó, azaz birtokló, vagy pusztító. Teremtés per alkotás, mindenkinek joga kell, hogy legyen, és az önképhez hozzátartozik, hogy te egy teremtő lény vagy, nem pusztán teremtett. Amit megteremtettél, megalkottál, ahhoz úgy érzel jogot, hogy ezt meg kell tudnom tartani, más ne vegye el, ha odadom, akkor az átkerülhet, tranzakcióval vagy adományjal, de a birtokláshoz is jogom van, mert én teremtettem, vagy nekem adták. És a tisztulás vagy pusztulás az is az önképnek a része, de csak a szemetet szeretném kidobni, és nem pedig azt, amire szükségem van. Ez az önképnek a háromféle nagyon komoly én alkotója. Ez a duális elmének egy, mondom, speciális rétege, ez az, az ahamkára, és ennek a működése olyan gyors, hogy nem szoktuk észrevenni az én elkülönült működése szintén a tudatosság előtt alakul ki. Tehát a gyerekek már szuperegók tudnak lenni, és nem látnak rá magukra. Honnan látnának rá? És a felnőttek között is nagyon sok van, aki erre nem lát rá. Onnan veszed észre, hogy tényleg az egoitást és a személyiséget nem tudja megkülönböztetni. Az ego az egy abszolút képzet. Én vagyok, én az vagyok, aki vagyok, nem változom, tessék engem így elfogadni és szeretni, segíteni, mert nekem ez jogom van, kész. Az egoitás a személyiséghez képest abszolút. A személyiség integritása az elérhető és nagyon fontos. Ez az, amikor úgy érzed, hogy egybe vagy, de mitől vagy egyben? Attól, hogy a gondolataid, az érzelmeid, a beszéded és a cselekedeted egy irányba mennek. Nem hazudsz magadnak és másoknak. Nem veszed el azt, ami nincs önként odadva, nem bódítod el magad, nem veszel el életet, nem csalsz meg másokat. Ezek azok, amik a személyiség integritását lerombolják. Tehát itt nem azt hallod, mint az ilyen parancsolatos változatban, hogy te akkor vagy jó ember, ha. Nem, ez ennél sokkal súlyosabb. Rossz emberek, Szenvedést okozó emberek tudnak elképesztő integritással működni, úgy, hogy konzisztensen, következetesen hazudnak, lopnak, csalnak, áttételesen életeket vesznek el, és ez a működés szóban, tettben, gondolatban és érzelemben egységes. Tehát ők egyben vannak. Elképesztően hatékonyan tudnak működni, csak az iránya, az katasztrofális, mint az egoitásuk és a személyiségük ugyanaz. A legjobb erre a narcisztikus személyiség, de egyébként a cezaromán, a borderline, mániákus depressziós, mind-mind van, ezek a beteg önképek. A psziché, mint lélek, mint egyéni lélek, hogyha túl sok szélsőséggel bír, akkor az önképét mások fölé emeli, vagy kórosan mások alá sűjeszti. És amikor az önképpel baj van, akkor a világképpel is baj van, és a más emberhez való viszonyal is baj van. És az összes szenvedély vagy szélsőség, görögül pátosz, a pszichében pszichopátiát okoz. Tehát a szélsőséges, egoista emberek általában pszichopaták. És vice versa. Na most itt van egy elképesztő változat, ami, hát, uh, szanszkritul buddhi névre hallgat, ezt kinagyítom, hogy lásd, az aham, ami a személyes én, ahol még az ego és a személyiség azonos, az azt akarja, hogy ő váljon a világgá. Tehát az aham az azt jelenti, hogy én vagyok az óceán. És kész. Helyettes is be az óceán bármilyen transzcendens fogalma, hogy én vagyok buddha, én vagyok Isten, én, én, én. Na, ez az a kis gömböc, amelyek mindent meg akar enni, aztán jön a bicska, és egyszer csak kihasad, és kiömlik belőle minden, ugye? Ez az önkép halála. A buddhi az, az az énség, ami eltűnt. Ahol az aham eltűnik, és ezért a csepp visszatér az óceánba, és amikor visszatér az óceánba, eltűnik benne, és az óceánnál válik. És mivel egy... Ö, Aikido dozóban vagyunk, ezért egy japán zenmestert hadd idézzek, Hakuinnak hívják. 18. század, tessék utána nézni, az egyik legnagyobb számomra a legnagyobb japán zenmester volt. Hakuin Zenji, és egy rakás költeménye van, az egyiket idézem. Majom lógaszkodik a tó fölött, eped a hold után, míg eljön érte a halál. Engedné csak el az ágat, a víz mélyébe tűnne, és a világ vakító fényel telne meg. Ez költészetben több sorban leírva az, ami ott két sorban van. Tehát hogy tér vissza a csepp az óceánba? És majd hallgassd vissza ezt a költeményt, hogy a majom, a hold képe és a tó hogyan viszonyul egymáshoz. És a Zengy ezt elmondta szépen költőjen. Na most itt van az emlékezet, és az emlékezés, ami az állaja vizsnána, az úgy működik, ahogy a te önképed ezt megengedi. Magyarul csak a szépre emlékezem. Csak azt hallom meg, amit engedek magamnak. És a, az emlékezés keletkezése azért érdekes, mert ha nézed ezt a mechanizmust, akkor itt van a testi érzékelés zöld. Az arról alkotott fogalom piros. A fogalmak alapú megkülönböztetés marasz, narancs. Az erre ráépülő önkép azon az alapon, hogy nekem ebből mi kell és mi nem kell. És ez az, az aham, ez az én kép az, ami a dualitások nyomán, az általa maga által teremtett dualitások nyomán az emlékeket teremti. Ezért van az, hogy másképp emlékezünk a múltra, mindannyian, mert mindannyiunknak más önképe van. Másképp szűrünk. És a legborzasztóbb az, amikor hozzád közel álló emberek, családtagok, barátok, csoportások egy általad abszolút értékben átélt eseményre homlok ellenkezően emlékeznek. Miért? Mert az énjük más. Teljesen másképp dualizálnak, van az, más önképük van, a ham, és ezért másképp teremtik az emlékeket, mert minősítünk, és amit minősítünk, azt énesítjük. Oké? Okay? És ez bemegy az emlékbe, és ez a lélek nyersanyaga, amely a következő inkarnációdnak az indítékait, tényanyagát, egyebet alkotja. Ez a személyes családi, kollektív tudattalanod. Ennek a személyiségnek körülbelül az 5%-a tudatos, jó esetben, és az összes többi ebben a tudattalamban van, és itt jön, jön jönnek az arhetipusok, jönnek a késztetések, és itt például akarok egy eléggé szép példát mondani, ami szerintem mindegyikötökkel előfordult, ez az úgynevezett déjà vu. A déjà vu az úgy működik, hogy valamikor, az aham, az én tudatod egy érzékszervi hatást a megkülönböztetés alapján énesített, jónak vagy rossznak mondta, és az érzékszervi hatással együtt elrakta az emlékezetbe. Eltelt némi idő, és egy ugyanolyannak minősített, de nem ugyanolyan érzékszervi hatás keletkezett ugyanolyan vagy hasonló fogalmat kapott, ugyanolyan vagy hasonló dualisztikus megkülönböztetést kapott, ezért a korábbi tudattalan emlékkel átfedésben van, és ezáltal az emlék tudatosult, és az aham ezt érzékelte. Érzékelte azt, hogy a múltbéli emlék és a mostani érzékszervi hatás 99% fölötti átfedésben van, és ez a déjà Oké? Okay? Na most ez fordítva úgy megy, hogy a világot már előszűröd. Tehát nem vagy hajlandó látni azt, amit nem akarsz. Oké? Okay? Ez azért durva, mert az emberi kapcsolataink is nagyjából így épülnek föl, és csak a leghosszabban kitartott és legőszintébb intimitásban jössz rá arra, hogy a másikból csak azt akarod tudomásul venni, ami neked jó. És amikor ennek az egésznek a működése, tehát látod, hogy itt van fölül a szoftver, alul a hardware, és ezek itt szépen együtt működnek, és hol vagy ebben te, mint haladó, felébredő, magán és máson esetleg segíteni óhajtó lény? A rossz hír az, hogy ebben az ábrában még sehol. Tehát itt te csak egy pszichofizikum vagy, köszönjük szépen, intelligens tápcsatorna, de innentől kezdve, hogyha te fejlődni szeretnél, akkor további lépésekre van szükség. És a meghaladás az akkor következik be, amikor látod, hogy mindez, ami itt van, az ki van téve születésnek és halálnak. Tehát amikor ezt meg akarod haladni, akkor rákérdezel erre az énségre, hogy mi ez? Mi ez az egész? hogy működik, ki vagyok. És hogyha tényleg egy nem dualisztikus utat gyakorolsz, akkor a meghaladó bölcsesség az nem fogalmi alapú, nem érzékszervi hatáshoz kötött, nem megkülönböztetés alapú, nincs benne önkép, nincs benne múlt jelen jövő széttagoltság. Most elmondtam nektek a Gyémánt szutrát, a Mahaparinirvána szutrát és a Szívszutrát így egyben. Oké? Okay. És hogyha tényleg az Advaita útról van szó, akkor meghaladod a születés és halál kettősségét, ezáltal az útra lépsz, és nem csak sorsod van, nem csak szenvedsz, hanem a megszabadulás által megfejlődöd ezt a szenvedést, és nagy nagyrészt mentesíted magadat és mást tőle, mert kiderül, hogy ha te nem hozod létre a szenvedést, akkor nincs. Ez az a határ, amit a gondolkodás vagy dualisztikus percepció határának szoktunk mondani, és hogyha a zenben ennek a pillanatát akarod érzékelni, akkor csak erre van szükséged. Ezért van a botütés, hogy ezt az egészet meg tud haladni, amit az alsó struktúrában látsz. És amikor jön a tapasztás, ezt ilyen, ilyen nagyon zen, ovis, ilyen felhasználóbarát, boldogságos, ilyen kis kinyílik a látásod, a vidja, aki jogázik, itt van a niróda, meg a mukti, meg a... Érted? És elneveztem ezt önvalónak, vagy szanszkritus szuabávának, szintén önmagában létezőnek, holott tudjuk, hogy ennek nincs fogalmi valósága. Nem formához köthető, nem érzékszervi hatás eredménye, nem lehet rá emlékezni, nem lehet megkülönböztetés által megtapasztalni. De valahogy, hogy az intellektusod ne éhesen menjen haza, ezért el kell nevezni valaminek. És ezért elneveztük önvalónak, de ez most esetleges. Elnevezhetem nem tudatnak, putha tudatnak, és hogy ez, ez, miképpen tud jól működni, ezt a következő ábrákban fogod meglátni, mert amikor ennek a tapasztalása úgy kezd bekövetkezni, vagy megszilárdulni, akkor elkezd átalakulni a, a pszichofizikumod működése. Amikor az önvaló tapasztalata az egy picikét rád ragyog, és a látás a vigya bekövetkezik, akkor a következőre jössz rá. Itt minden, ami a sárga vonal fölött van, és szemecskével el van látva, ez az adott tapasztalásból leszűrhető bölcsesség. Tehát, ha a nem mozdulót tapasztalod, akkor rájössz, hogy amit érzékelsz, az jön és megy. De van valami, ami ezt érzékeli, az nem jön, és nem megy. Ez egy meditációs tapasztalat. És mindenki, aki gyakorol egy picikét, az ide beléphet ebbe a szobába, ennek a tapasztalásnak a terébe, és ezért szoktam mondani, hogy te ne az ilyen idealisztikus megvilágosodást, meg ezeket az abszolútnak kikiáltott fogalmakat kerest, hanem figyelj. És ha figyelsz, akkor ezek a tapasztalatok természetes módon a tieid lehetnek, és erre sem énséget, sem különlegességet, sem címet, egyebet nem aggatunk, használjuk. Tehát itt már van egy nagyon komoly dolog, hogy azért nem azonosulsz az érzékszervi síkkal, mert van benned, ami ezt látja, ami érzékeli, de önmagában nem érzékszervi folyamat, ezért nem jön és nem megy. Nem jelenik meg és nem tűnik el. A következő az, amit említettem a bevezető bevezetőjében, hogy rájössz, hogy a fogalomalkotásod ugyan kell és szükséges, hogy tudjunk kommunikálni, elemezni, téziseket alkotni, de ez mind az elmét terméke, mert az ég az nem mondja, hogy kék. Te mondod, hogy kék. Az egész fogalmi világ a te vizsnán át fogalomalkotó intellektusodnak a terméke. És itt megszűnt minden olyan vita, hogy hogy most önmagában az a világ hogy létezik. Ez úgy létezik, ahogy mi megteremtjük egymásnak, úgy, ahogy elgondoljuk, úgy, ahogy hisszük. És ha ezt belátnánk, akkor nagyon sok szenvedéstől megkímélhetnénk egymást, és magunkat is. Nem lennének abszolút nézetek, nem lennének egymáson behajtott vélemények. vidd ezt tovább egy kicsit a történelem, hogy mi mindentől meg tudtuk volna kimélni egymást, hogyha ezt belátjuk. A következő, amikor megjelenik az én képben valami, ami a buddhinak a működése. A buddhi az az önvaló nagykövete. Azért nincsen külön ideg kihozva, mert nem a struktúra része, hanem az átalakult énélménynek az újabb megnevezése. Azt láthattátok korábban, hogy ugye az Aham azt mondja, hogy én vagyok az óceán, a Buddhi azt mondja, hogy visszatérek az óceánba. Nagyon más. És itt, amikor a Buddhi tényleg egy kicsikét már tudatosabb, és a meditáció által a fix énélmény az úgy kezd, Kicsit lazulni, akkor rájössz erre a kőkemény hatodik pátriárkai mondatra, hogy eredetileg semmi sincs, mindent a tudat teremt. Tehát minden a duális elmédnek és a tudatosságodnak, illetve az érzékszervi síknak a terméke. Ezért hívom a Buddhit az önvaló nagykövetének, mert amíg te nem ébredsz föl egy olyasféle tudatállapotra, amely nem duális, nem keletkezik, nem szűnik meg, nem élet, nem halál, addig ez nincs meg. Addig csak beszéltél, addig gondolkodtál, filozofáltál, buddhista voltál, stb. De a buddhi az önvaló nagykövete azért, mert ez a beléd, az aham helyére belépő, univerzális, felébredett tudat, ennek a morzsája. És ezért gyakorlunk, hogy ennek a helyét ne foglalja el semmi. Hogy megmaradjon a tiszta térszerű, tükörszerű tudatod, ne azonosulj semmivel, ami nem te vagy. Ne állíts olyan fix önképet, amelyből már egyszer fölébredtél, és tudod, hogy az relatív. Ne teremts olyat, amit aztán mások nyakába akarsz varni, holott már tudod, hogy te teremted. És ekkor kiderül, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Úgyhogy az emlékeid sem kötnek, megvannak, de nem lesznek én alkotók. Nem fogsz rájuk úgy hivatkozni, hogy csak nekem van igazam, neked pedig nem lehet, mert én mondtam jól, mert az én emlékeim helyesek, a tiéd pedig nem. És hogyha ez megvan, és aki egy picit pszichológiával foglalkozik, akkor a belső gyermeked egészséges lesz hogyha a buddhi tapasztalata megvan, akkor nem folytatsz önsorsontó magatartást, és a belső gyermek az a buddha természetnek az antropomorfizált változata. Azért hozom ezt ide, a heterodoxia veszélyét felvállalva, mert itt nyugaton annyira elterjedt a fogalom, hogy érdemes kötni ehhez az ábrához, hogy legyen még egy átjárásod. Tehát mindaddig, amíg te nem gyakorolsz valamilyen egótlanító, éntelenítő praxist, addig a belső gyermeket sérült. Tele van egy csomó olyan traumával, amely az emlékezetedben van, te azt énesítetted, azt hiszed, hogy ez objektív, és azt hiszed, hogy te ettől nem mentesülhetsz. Tehát valamennyire átrajzolhatod a belső térképet, de az mindig ott lesz. Kiderül, hogy minden, ami ezekben a struktúrákban van, kéktől lefelé a zöldig a különböző színátmeneteken át, ez mind mulandó, feltételhez kötött és tökéletlen, az az eredeti tulajdonságok nélküli. Ez mind relatív. Az abszolútnak a nagykövete, mint a buddhi, elkezdi gyógyítani a belső gyermeket. Honnan tudod, hogy lesz egy normális hitrendszered? Nem valami fantazmagória, nem valami dogmatika, hanem képes vagy elhinni, hogy az ég kék. Azért kék, mert mi annak mondjuk. És ez a világ, ez így működik, belül is, kívül is. Az önkép az átalakul értékrendé. Értékrend, amely, hát ugye a kategórikus imperatívussal élve, magadnak és másnak egyaránt megfelelő. Egy olyat válasz értékrendként, amely ugye nem az egoitásra, hanem egy normálisan működő személyiségre alapozódik, annak a transzcendens tapasztalatára, és akkor egy olyan értékrendben élhetünk, hogyha mindenki azt követné, a Föld egy normális hely lenne. Ez az imperatívus. És a megkülönböztetésből lesz az életrend. Életrend, hogy igen, én koránkelek. Igen, én gyakorlok. Igen, segítek dolgozom, nem csak magamért, másokért. És a fogalomalkotás, az értelem tudatossága látja, hogy itt pontosan milyen nevekkel, formákkal, projekciókkal, metarétegekkel dolgozunk, és mind relatívnak fogja föl. Tehát nincs abszolút igazság. Ez, ezért kell gyakorolni az értelmed, ne abszolút igazságot akarjon gyártani. Miért? Mert ha már jelenség, akkor relatív. Nézd meg, amit érzékelsz, az jön és megy, az relatív. A gondolataid is. És az érzékszervi valóság pedig nem fog annyira sújtani. Miért? Mert tudod, hogy nem csak ez van. Tudod, hogy sokkal, de sokkal magasabb szintű tapasztalás, az érzékszerfez nem köthető tapasztalás is van. És akkor átalakul a hitrendszered, mert tapasztalati alapú lesz. És akkor a tetejére tettem azt a kérdést, amely szerintem a zenben a legfontosabb mondat, hogy mi ez. Tehát az eredete ennek az, hogy ugye a hatodik pátriárka, amikor őt üldözték, és a buddha relikviáit el akarták tőle venni, akkor megállt, letette a kasát és a buddha táját a sziklára, és az a szerzetes, aki üldözte, el akarta venni, de azok nem mozdultak, és akkor előjött a hatodik pátriárka az üldözője hívására, ígérvén, hogy nem fog ártani, és megkérdezte, hogy mit szeretnél. Hát akkor azt kérdezte az üldöző, hogy hát a Buthán, a Budha a tálon és a kasán kívül mit adott még neked át? És erre a hatodik pátriárka, aki még akkor nem volt az, csak 17 évre rá lett az, azt kérdezte, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? És rövidítve, mi az eredeti arcod? Rövidítve, mi ez? Tehát az önvalódra irányuló kérdés. Ezért van alatta az, hogy nem tudható, csak tapasztalható. Tehát akármilyen fogalmat, emléket, megkülönböztetést, önképet akasztasz rá, nem lesz egyenlő vele. Vagy tapasztalod a gondolkodás előttit, a keletkezés előttit, az életen és halálon túlít, vagy nincs meg. Tehát ezért gondolkodás előtti tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. És akkor jönnek ezek a gyönyörű szanszkit fogalmak, csak azért, hogy aki jogázik, az ö, tudja szintén kötni. Ez a Vritti Niroda az elme által keletkezett gondolathullámok, amelyek a meditáció által a Niroda a szó szerint felfüggesztett elme, vagy a gondolkodás előtti elme állapotába kerülhetnek, és a Szacsit Ánanda, ez pedig a a megtisztult tudat fölötti öröm. Szat, mint szatva, csit, mint csit, és az ánanda pedig az öröm. És megint csak módszertan, de hogyha ezt nem akarod megjegyezni, nem kell. Mindenesetre nagyon hasznos, az ékagra az az egyhegyű tudat, amikor egy pontra tudsz koncentrálni. Az eka az egy. A szamjáma az az, amikor a meditációd elért egy olyan fokot, hogy a módszert tudod tartani, és ezáltal belátást nyersz. Szó szerint a szam az a három. Az alany, mint te, a tárgy, ami a tudatot tárgya, és az azt összekötő kapcsolat nyilvánvalóvá válik. Tehát számodra tudatossá válik. És ezáltal a gyána, az elmélyedés megvalósul, a gyána az a zen, gyána, csanna, csan, szon, zen. És a gyána, mint a joga hetedik foka, a cseppet megszabadítja a kötést, és a szamádi az, amikor visszatér az óceánba, és egyé válik. A gyána szó szerint elmélyedés, elmélyülés, a szamádi pedig az egyéválás vagy ellobbanás maga. És hát erre szoktam mondani, hogy ez a nem kettősség útja, advajta a látás útja, vidja, és jogi barátaimmal, akik tényleg komoly vonalvívő tanítók, Ugye az átma gondolkodnak, a legfelsőbb énben, és a buddha pedig, ahogy gyakorolt, megtalálta, hogy itt ez nem név, nem forma, tehát nem én. Tehát nem énség a legfelsőbb entitás. Ezért anátmannak, vagy anattá tanításának hívják a buddha művét, és ezt a jogikéval összerakva kijött az anátma Brahman. ez amennyire szójáték, annyira komoly. Tehát, hogy nehogy már antropomorfizáljunk valamit, ami eredetileg nem az. Ne vetítsünk már az eredetire semmit, mert akkor elkezdünk a buthák füle alakján vitatkozni, ahogy nyugaton elkezdtünk az, az Isten képeken vitatkozni, és emberek milliói haltak meg, mert az egyik homo úzion, a másik homo iúziont mondott. Emlékszünk? Madács, olvassuk el rendesen. Ha nincs meg az eredeti tiszta tapasztalata, akkor a gondolkodásunkkal és a projekcióinkkal össze fogjuk cserélni az eredeti entitást, az eredeti tapasztalatot, mely nem entitás, tehát anát man vagy anattá, és ez a legfensőbb. Na most ez az, amit az emberiség évezredek óta félreért, és itt a monoteista változatok követték el a legtöbb hibát. Ezért a legtöbb szenvedést, a legtöbb vallásháborút, a legtöbb etnikai tisztogatást ezen az alapon, akár Monoteista kultúrák, hogy az azt követő materialista kultúrák követték el. Mert a szerkezet ugyanaz maradt. Értjük? Tehát ezért fontos, hogy tisztítsd meg magad a hamis önképektől, hogy álságos máshoz se légy. Ugye? Eredeti Eric Knight idézi Shakespeare-t. És mindenek fölött jó Horáció, légy hű önmagadhoz, és így, mint napra éj következik, hogy áll, máshoz se lesz. Hamlet. És ez azért fontos, mert Európában a művészet lett nagyon sok évszázadon át az igazsághordozó, sőt az útnak egy olyasféle eszköze, módja, amiben választ kaphatsz arra, hogy ki vagy. Ki vagy valójában. Ugyanis. Hogy ugye Faustot és Mefisztót egy kicsikét idézzem. Mefisztónál nem az a probléma, hogy ne tudná az Istent és a sátánt megkülönböztetni, az önvalót és az elmét megkülönböztetni, a párhuzam nem direkt. Hanem az, hogy elhiteti veled, hogy nem lehetsz más, csak aki vagy. Ez a Mefisztói mondat az, ami bezár az egódba, bezár az avatárodba. És amikor te felteszed a kérdést, hogy ki vagyok, vagy mi ez, akkor kezded el kinyitni magad. Akkor kezded el a fix önképedet lehántani magadról. Akkor kezded el nem elhinni, hogy neked csak sorsod lehet, hogy utad az nem lehet. Amikor felteszed a kérdést, akkor adsz magadnak választási lehetőséget, fejlődési lehetőséget, a felébredés útjára való lépés lehetőségét. Tehát ha jól figyeltél az első 40 percben, akkor láthatod azt, hogy a meditáció nem más, mint az érzékszervi ragaszkodás, a duális elme, az erre épülő önkép és a relatív emlékezet akaratlagos teremtésének a felfüggesztése. Felfüggeszted a ragaszkodást, az azonosulást az síkkal, nem rezegsz állandóan, nem minősítesz, nem alkotsz véleményt magadról és másról, nem elemezgetsz, nem akarsz konklúziót, nem akarsz nagy léptékű igazságokat, nem akarsz speciális lenni, mint én kép, és nem ragaszkodsz az emlékeidhez, vagy a múlt jelen és jövő hármasságáról alkotott képzeteidhez. És ezért nehéz Európában nyugaton az -e. Mert vagy tanítok valami könnyebbet helyette, és ez nem én lennék, vagy pedig teszem a feladatot, és így hátrányoz egy hogy, hogy. És hogy megint Hamletet idézzem, a közvetlen zentanítás, ami nem rendszer ami rögtön az intuíciódnak szól, az tényleg lehet olyan, hogy őrült beszéd, de van benne rendszer. Ugye? Tehát most, ha van benne rendszert, azt tapasztaltad, az őrült nem őrült, csak nincsenek benne a megszokott összefüggések. Amikor mondjuk bejössz egy zen interjúra, és az intelektusodnak haszna nincs. Esélyed nincs, hogy megválaszolj egy akár második szintű kuanta 14-es skálán. Úgyhogy ettől a struktúrától lényegi változás nem lesz, csak azért, mert tudod attól lesz, hogy egy elővételezett bizalommal esetleg elkezdesz gyakorolni, és lényegi tapasztalati változás lesz benned a személyiségedben. Tehát ébredsz és fejlődsz saját magad, de nem egyedül. Úgyhogy, ha ebben segíthetek, illetve az első 40 percben látott struktúra megértésében, akkor várom a kérdéseiteket. Ott ha az emlékezés nincs meg igazániból, tehát az nincsenek gyerekkori képek, vagy egyébként az önkép probléma, memória probléma, vagy egyébként az emlékekre nincs szükség? Ezek az emlékek megvannak akkor, hogyha az elme ép. Tehát egy egészséges emberről beszélünk, aki mondjuk nem emlékszik bizonyos dolgokra a gyerekkorából. És ez azért van, mert az önkép legátolja ezeknek az emlékeknek a megjelenését ez úgynevezett asszociatív kapcsolatban is lehet bizonyos traumákkal, és a traumákat azért tartjuk a tudatküszöb alatt, nehogy még egyszer át kelljen őket élnünk. Itt a tragédia az, hogy annál jobban meg fogjuk őket teremteni, minél jobban lenyomjuk a tudatküszöb alá őket. Tehát egy elfolytott tudattartalom, ami belül a mikrokozmoszban nem jelenhet meg, mert az önkép legátolja, az a makrokozmoszban, a térből majd szépen visszajön hozzád. Ezért nincsenek szerencsétlenségek, nincsenek balesetek, nincsenek váratlan csapások, hanem olyan karmikus visszatérés vagy megérése az oknak és az okozatnak, amit te eddig nem láttál, mert az önképed letakarta. Ha meditálsz, akkor a karmádon úgy is változtatsz többek közt, hogy engeded a tudat küszöbb fölé kerülni ezeket a nagyon erős duális tartalmakat, mentesíted a duális tartalomtól úgy, hogy azt az emléket a maga ilyenségében látod, ezáltal a maga okozati kontextusába visszakerül, ezáltal a személyiségbe reintegrálódik. De mindaddig, amíg emlékeket nyomunk el, addig biztosra veheted, hogy a trauma megismétli önmagát. A másik szélsőség, amikor túl sok mindenre emlékezünk, és elmerülünk a múltban, és nem vagyunk jelen a pillanatban, az pedig a túl sok ha az zen gyakorlunk, előbb-utóbb beáll az, amit én intuitív memóriának szoktam nevezni, pontosan arra emlékszel, amire kell, és amire nem, arra nem. A tudatnak mindig maradt szabad tere, de ha kell, betöltött több rétegű, kell bonyolult tartalommal, vagy egyszerűvel, világossal, semmi gond. Jön, teszi a dolgát, és megy. Emlékszünk, felhasználunk, felejtünk. Tehát ez a fajta emlékezett kiesés, ez biztos, hogy valamilyen traumatikus tapasztalat fedése, ha egészséges emberről van szó. Köszönöm. Szívesen. Ott. Én az előző kérdéshez kapcsolódóan szeretném azt kérdezni, hogy az, az lehetséges, hogy egy, hogy egy újabb, esetleg egy nagyobb trauma aztán ezt az emlékezést visszaszökkenti? Persze. Persze, mert egy trauma addig ismétli magát, amíg teljesen tudatossá nem válik, és az egyén nagyon gyakran nem ismeri be, hogy saját magát tanítja azzal, hogy újabb és újabb kockázatos helyzetbe, életveszélybe kerül, azért, hogy ezt a traumát tudatosítsa magában. Minden lélek az egészség felé törekszik. Nem tud darabokban lenni sokáig, mert energiára, boldogságra, szeretetre, ilyesmire vágyunk, és ezt nem tudjuk úgy végrehajtani, hogy állandóan darabokban vagyunk. A legszélsőségesebb tapasztalatokra is vállalkozunk, csak azért, hogy utána középen lehessünk. Tehát, ha az embert akarod, keresd a paradoxont. Ahol túl logikus valami, túlságosan le van kerekítve, ott valamit nem láttál. Köszönöm. Szívesen. A bevetetőben volt, hogy a tudatunk teremti, hogy az ég kék, a fűzöld. A tudatunkat mi teremti? Nagyon jó. Honnan jön a kérdésed? Megtalálod tudom. a kérdést, a nem tudom az nagyon jó. Itt a nem tudom az nem ismeret hiány, hanem a hamis önképtől való mentesség. Tartsd meg ezt a nem tudomot eléred a nem tudhatót, és akkor tapasztalod a kérdésed és a világ tudatáltali teremtettségének a forrását. Köszönöm. Szívesen. Megjelennek emberek az életemben, akik segítséget kérnek tőlem. Én segítem őket sokszor éveken át, majd eljön az a pont, amikor ezek az emberek ellenem fordulnak és támadásba mennek át. De a kérdésem az az, hogy ez így van rendjén, hogy ilyenkor el kell őket engednem, vagy magamon kell azon dolgoznom, hogy a megsebzés ellenére tovább menjek, és segítsem őket tovább, mert azt látom, hogyha tovább segíteném őket, akkor még tovább jutnának. Jót akarsz? Jót. Ez a baj. Ezért sebeznek meg. Egy segítő, egy segítség akkor a legjobb, hogyha minél hamarabb feleslegesé teszi magát. Tehát a nyugat az mindent ismer, csak a buddha természetet nem. A buddha természet az azt jelenti, hogy mindannyiunkban ugyanolyan lehetőség és képesség van a felébredés elérésére. Ahogy buddha megvilágosodott, és a pátriárkák, ugyanúgy mi is meg tudunk világosodni. Ez amennyire ilyen kis finom, zen, ovis, Simogatós alaptételnek tűnik, pontosan annyira komoly és nélkülözhetetlen. Ugyanis nagyon gyakran a segítő ezt nem veszi észre, és nem önállósítja kellőképpen a segítettet. És hogyha túlságosan sokáig van közel a segített, hiába kap jót a te meglátásod szerint, elkezd lázadni a függő viszony ellen. Még akkor is, hogyha szerinted még bőven kaphatna. Még, 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 jobb lenne, ha fejlődne. De az útjára kell bocsátani, hogy tapasztaljon. Tehát mi helyt a gyerek járni tud, hagyni kell járni. Különben tiltakozik, üvölt, mindent csinált azért, hogy ő járhasson. És mi helyt lehet, mi helyt te feleslegesét tudod tenni magad egy másik ember életében, azonnal egy köszönettel, hogy ő volt eddig, hogy segíthetted eddig, küld el. Mielőtt ellened fordul. Ne várj hálát, ez a földem arról szól. Néha vannak hálásabb emberek, az azt jelenti, hogy följebb ébredtek, mint a hálátlanok. Köszönöm, és a gyermek járni tanítása azért nekem jó válasz, mert ha gyermekédes apja vagyok. Gratulálok. Itt mellettem a feleségem, 30 éves házasok vagyunk. És... Gratulálok. És mind a hat tőle van? Igen. Ezt muszáj megkérdezni. Igen. Hát fantasztikus. Szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad. Egyéb kérdés? Egyre több témával kapcsolatban vagyok így, így kúszik be az életem egyre több területére, az, hogy nem tudom, és hogyan tovább. A nem tudható tapasztalata, a mennyei béke áldása. Nem kell tovább menned sehol. De ez nem azt jelenti, hogy agyhalott légy. Tehát ezt tudjuk. Az az érdekes, ezt így elmondom, ilyen kis műhelytitokként, hogy én az első zennel töltött évenben, ami nagyon rég volt, több mint három évtizede, nagyon-nagyon nem láttam ezt a nem tudomot, hogy ez mire jó. Tehát képzelj el egy ilyen kicsit Merkur orientáltságú viszonylag túlokos elmét, amik ezt a nem tudomot egy ilyen járványnak, egy ilyen vírusnak fogta föl, még bemegy az agyadba, és megeszi a gondolataidat, meg az agysejtjeidet, és te hülye leszel, és véged van. A legélesebb ellenpélda az volt, hogy a legokosabb és legintelligensebb embereket a hagyományon belül ismertem meg. És ki gondolkodóba estem, mint Mici Mackó, hogy ha ez a nem tudható, ez nekik így működik, akkor nekem is működhet így. Ez a. Szia, Annyuszi! Van bent valaki? Nincsenek. Van bent valaki? Senki. Senki nem mondhatja azt, hogy senki. Tehát ha nem tudom, az nem lehet hülyeség, ha valaki intelligens és téres, tiszta tudattal, spontán, intuitív válaszokat tud adni. Tehát ha nem tudom, az valójában az, hogy letakarod a tükröt a gondolataiddal, és ha nem tudom, ma pedig letisztítod. Ez a nem azonosulás, nem énesülés, és a többi. Nem abszolút tételezése. Innentől kezdve ez a nem tudom, ez áldás, ez szabadulás, ez tisztulás. És hogyha te véleménymentes tudsz maradni, és egyre többször vagy Szókratésznek a kicsi lánya, és azt mondod, hogy nem tudom, akkor egyre szabadabb tudsz lenni. Miért? Itt annyian tudhatják. Most miért én ülök itt? Érted? Nyugodtan. Leszik gyakorolni, haladni, előmenetelt szerezni, tanítóvá válni is. És akkor te jössz. És ez így nagyon jó tud lenni. Ugye? Nem. Tudtam, hogy azt mondja, hogy nem tudom. Látod? Na, milyen szép ez. A lényeg az, hogy ez a nem tudom, ez áldás tudja valaki más helyetted. De ettől az elmét téresebb, tágasabb, jobban működő lesz. És hidd el, hogy amit nagyon akarsz tudni, azt fogod. De nem kell mindent. És nem kell minden áron. És nem kell mindenki fölött, mindenki helyett. Itt állandóan tudogatunk. Nézd meg. Ekkor az a szerencse, hogy a szöveges anyag az ilyen kevés memóriát kér a komputerekben. Hát nem férne el. Állandóan pofázunk. Feleslegesen. A véleményem, a meglátásom, a szubjektumom, a, a mindenem, ami duális, hogy én vagyok a fontos engem tessék olvasni, engem érts meg, engem szeres, én ilyen vagyok, és a többi. És ha nem tudom, az tényleg szabadító és tisztító itt. Csak így tovább. Így legyen. Köszönöm. Igen. Azt még tud, hogy merre van a templom, Ad, oda még találj el, mert akkor... Másra megyek. Helyes akkor te vagy az helyes, aki gyakorolni jön meg segíteni. Köszönjük. Egyéb kérdés? Ott, ott, ott. Én azt szeretném kérdezni, hogy mindenkinek sérült a belső gyermeke, és mit tudunk tenni a gyógyulásáért? Nem mindenkinek sérült, hamis azonosulásunk mértékében sérült. Tehát nagyon nagy illúziótömeg, nagyon nagy sérülés. Kis illúzió, kicsi sérülés. Nincs illúzió, nincs sérülés azt tudod tenni, hogy őszinte vagy. Azt tudod tenni, hogy gyakorolsz, tiszta tudatot érsz el. Az belső és a külső egyé válása az a boldogság, amit a belső gyermeked ugrándozik örömében, egy végre visszatértél, végre itt vagy. De. Köszönöm. Szívesen. így a mindennapokban nem tudok eléggé odafigyelni, vagy elbóbiskolok, és ez belülről honnan ered? Nézd rám! Engem tisztán látsz? Igen. Elbóbiskoltál? Nem. Nagyon jó, ezt tartsd meg. Most a helyemre képzeld el az iskolát, a tanítót, a szüleidet, az autópályát, az eget, a földet, a tavat, a hegyeket, mindent, amit épp akkor látsz, és ilyen tiszta szemmel néz rá, és nem fogsz elbóbiskolni. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Köz egyik előadáson hallottam a nyitott szem jelentőségét, és sajnos nem tudtam értelmezni ezt a választ, vagy Veszedsz nem emlékszem. Autót? Igen. Hát onnan biztos fogod tudni. Tehát a de... járműved, a test, a benne lévő sofőr, a lélek, az csak éberséggel tud jól működni, és itt az alvásnak is van helyen, hogy azt hogy az itt rossz. A nyitott szem a meditációban, mert te erre kérdeztél, az azt jelenti, hogy nem zárod le a mikrokozmoszt, a magadat. Egyébként, hogyha valaki tartósan csukott szemmel meditál, akkor előfordulhat, ha még nem elég gyakorlott, a szemgolyók fölfelé fordulnak, energia följön ide a dekli alá, homloklebeny és fejtető alá, és akkor elindul a mozi. Hát ezért mondjuk, hogy ne csukd be a szemedet, hanem így legalább félig vagy résre tarts vagy hogy lefele nézel, és akkor a tanti ember visszajön az energiád. Tehát a régiek között nem mondták azt hogy te most, miért gondolj, meg mit láss, meg egyebek. Kiveszed az energiát a fölső három fő csakrába, és egyből nyugi lesz. Lesz tér, lesz tükör, csak nem kell túltölteni magadat. Tehát azért van ez a félig nyitott szemes dolog, hogy ne tudj elmászni a pillanatból. Ne repüljél el Csodaországba, meg utána a Pokolba, meg hasonlók. Tehát a jelenléthez kell az, hogy a külső és a belső egyben legyen ebben a pillanatban. Elárulom, hogy pár év meditáció után meg tudod csukott szemmel is csinálni, de ha az elején ezt megengedem, akkor mindenki elmegy a nirvánába. Tehát nem. nem. Köszönöm. Szívesen. Szépen. Hogy lehet segíteni egy olyan embernek, akiről én azt látom, hogy segítségre lenne szüksége, de ő nem hallja meg, és nem is... Tehát elzárkózik. Kérdés, hogy milyen közel van hozzá? Hát a nővére. Minél Elég közelebb, közel. annál nehezebb. Tehát ilyenkor megfelelően háromszögelni kell. Úgyhogy te saját magadat, mint húg, olyan gyorsan tett ki az egyenletből, amennyire biztos vagy benne, hogy a nővéred nem hallgat rád. Tehát világos, hogy szülő és gyermek között megvan az, hogy én vagyok a nagy szülő, te vagy a kicsi, mint gyermek az utód, a következő generáció még nem is tud beszélni, amikor ezt a viszonyt kétségbe tudja vonni. Hogy egyszer csak ő lesz a nagy. Majd én megmondom szavak nélkül, kedves drága szüleim, hogy ti mit csináljatok ahhoz, hogy én boldog legyek. Ha nem, akkor üvöltök. Ha gyerek, ismerős? Nálunk egyel már úgy van, te hú, akkora tanulás, hogy hihetetlen. Na most, testvérek, nővérek között is van egy ilyen, hogy idősebb, és az idősebb joga. És ez nem valami patriarchális vagy feudalisztikus szemlélet, ő volt itt előbb, x évvel többet húzott le ebből az életből, tehát fölfelé nagyon nehezen tudsz tanítani. Ha ő lenne a hugod, és nem te az ő huga, akkor talán egy picit könnyebb lenne. De a családi kapcsolatok, hogyha megnézed, szükségképpen terheltek. Tehát senki se a puszta boldogság tudatában születik a másik mellé. Tehát olyan elképesztő dolgokat hordozunk korábbi inkarnációinkból, hogy csak oda azokhoz akkor tudtál születni, és a többiek melléd előtted és utánat. Elképesztően kemény, determinált karma a családi karma. Úgyhogy Megkérdezheted, hogyan tudok segíteni. Általában nem a megfelelő választ adja rá a családtag. És ilyenkor el kell viselni azt, hogy igen, ajánlhatsz szakembert. Olyan segítséget, aki ezt családi kontextuson kívül tudja. És ha nem, akkor szenved és szenvedted. Na ekkor szabhatsz egy határt, egy drága nővérem. Te most éppen önpusztító vagy, de az nem jelenti azt, hogy engem is elpusztíthatsz vele. Itt a határ. És ez már tanítás. Nagyon nehéz, ezt tudom, de nem lehet családtag karmáját magadra venni úgy, hogy te akarod megoldani. Azt teheted, hogy a családtagot segíted, hogy ő maga oldja meg, és tudom, hogy ez volt a kérdésed forrása, hogy ez nehéz, vagy éppen lehetetlennek tűnik. és Az a legkeményebb, szívet tépő valóság, hogy ezt néha végig kell nézned. Én is végignéztem. És az azért a... tudom, mert nem volt más mód. Tíz év zenpraxis, hét év külföld, és minden birtokában nem tudtam megmenteni az apámat. Érted? Ott álltam a tálcával. Minden rajta volt. Semmit nem vett le róla. És ment, és bum, vége. Tehát ott állj, hogy te legyél az első, akinek a tárcájáról leveheti a kötszert, a gyógyszert, a segítő szándékot, mindent. De aki nem veszi le, az elszigetelődik, a család kontextusából előbb-utóbb kikerül, és vagy a saját maga útján megy, vagy a saját szakadékába esik bele. Vagy vagy. És ez szívettépő, az önállósodásnak az egyik tesztje, Ugye ezt te végigéled, és nem válsz a családtag viselkedésének a következményévé. Nem tesz téged ez a viselkedés jó vagy rossz emberré, hanem tanulsz, ébredsz, fejlődsz. Abból, hogy hogyan ne. És azt is észre kell venni, hogy te miért születtél hozzá, miért te vagy mellette, és miért nem náncsika az utcasarokról. Miért te vagy az? Mi a közös karmátok? És ez a legdurvább. Tehát nem azonosulás nélkül, minősítés, ítéletalkotás nélkül belátni, hogy miért tartoztok egybe, Miért ő a nővéred, és nem valaki más. Ez bőven elég. No. Köszönöm. Szívesen. Ott mellettem. Nekem például bátyámmal van ilyen konkrét. Amit én a nővérről mondtam, azt írd át bátyra. Nem olyan értelemben. Ö mivel ő ítélkezik egyettem, mivel a szülők már elmentek, és nem tudtam más megoldást választani, mint kiléptem, hogy nem veszem a telefont, semmit. Ö, hogy ebben helyesen hogyan tudnék majd a, a jövőben nézve? Mióta nem veszed fel a telefont? Hát ö, egy éve. Jó akkor egy további egy évre szintén nevet fel a telefont, utána beszélünk róla ismét. Ugye, hogy megleptelek a válaszsal? Pedig ezt így kell csinálni, egész addig, amíg az ő részéről valamilyen érdembeli változás nem következik be. Tehát lezártad a csatornát, és kész, éljen meg nélküled, kérjen segítséget mástól. Miért? Mert úgy viselkedett, ahogy. És ez nem szívtelenség, ez azt jelenti, te nem vagy kihasználható, téged nem lehet áldozati szerepre kárhoztatni, te nem engeded, hogy ő elkövetővé váljon veled szemben, és a többi. Úgyhogy a miben segíthetek, az nem azt jelenti, hogy valaki meggyengíti önmagát, hogy valaki úgy válik sebezhetővé, hogy ezt az illető főleg családtak kihasználhassa. Ez nem bűn. Ez a helyes út ahhoz, hogy ő is, te is felébredjetek és fejlődjetek. És amikor tényleg korrekten közelít, helyesen viszonyul, akkor másképp fog hozzád szólni. Akkor már fölveheted a telefont. De addig nem. Tehát várjam meg, hogy ő lépjen? Igen. Ez ugyanaz a kínos türelem. Ökölbesz, hogy szeretnék rá te segíteni, de nem tudok. Le van zárva az összes csatorna. Hogyan segíthetek? Tartsd meg ezt a kérdést, kicsit szenvedj benne. Semmi gond. Le fog fosztani annyi illúziót, értsd meg, hogy nem akarom azt, hogy rosszul érezd magad. De semmiféle hamis jó érzéssel sem foglak elárasztani. Mert nem lenne korrekt. És ilyenkor látod azt, hogy az emberi lét ezen a földön mennyire nem játék, és milyen kemény karmákat hozunk le, és ezért is születünk egymáshoz, hogy ezek a karmák ütközzenek, Világos, hogy nem csak ezért vagyunk egymás mellett, de ezért is. És ezt el kell tudni viselni. Erre rá kell tudni látni. Ezt meg kell tudni haladni. És ekkor volt értelme egymáshoz születnünk. Volt értelme végignyomni évtizedeket egy családban. Mert különben, különben mire jó ez az egész? Csak egoharc? Hát nem énném. Szívesen. Akinek nincsenek az életében tragédiák, az inkább egy haladó karma lehet, vagy ezt minek tudhatjuk be. Mi a tragédia? Hát sokféle tragédiáról beszélhetünk, de. Az most eredeti így... tragédiáról beszéljünk nem a, nem a saját vonatkozásomban, hanem például egy barátommal kapcsolatban jutott ez eszembe. Én a görög színházról beszélnék egy kicsit. Barátod majd színrelép. Nem mindegy, hogy kinek, hogy Sophoclész vagy Aristophanes, és hogy melyik felvonás. A tragosz szóból jön a tragédia, ami áldozatot jelent, szó szerint kecske áldozat. Tehát az Isteneknek bemutatott áldozat, kecske, ember, stb. A tragédia azért fáj, mert mi az áldozatot, az áldozat vállalását feleslegesnek vagy elkerülhetőnek látjuk. Aki átéli, az nem. Tehát a tragédia az, amikor úgy szenvedsz veszteséget, hogy szerinted annak nem kellett volna bekövetkeznie. Valaki úgy vált áldozattá, hogy ez szükségtelen volt. Élnie kellett volna, de meghalt. Ez a tragédia. Na most, ha így visszatérünk arra, amit szeretnél mondani, még mindig tragédia? Vagy még inkább az? Igazából csak érdekel, hogy ö, szerintem nagyon kevés olyan ember van, aki ö, úgy nyilatkozik, hogy 30-40 évig mondjuk nincsenek tragédiái, de mégis léteznek ilyen emberek, és te melyik, melyik közé tartozol, akinek van, vagy akinek nincs? Nekem van. Hogyan viszonyulsz ehhez a meglévőhöz? Én elfogadom őket. Nem. Azt mondod magadnak, hogy elfogadod, de a lelkedményén nem fogadod el, különben nem kérdeznél olyan emberekről, akiknek nincs. Láttam-e én olyat? Nem láttam. Nem láttam. Mindenki életében van szenvedés. Alaptanítás, és nem csak a budha részéről, nyisd ki a drágalátos szemedet, látni fogod saját szemüleg. A négy nemes igazság az élet alapvonásáról szól. Van szenvedés, annak van oka, van megszüntetése, és a megszüntetésnek van útja. Ennyiben különbözik a tragédiától. A tragédiából nincs kiút, csak a megváltás, vagy a feltámadás, vagy valaki bosszút áll helyetted. Ez nem megy. Ez nem kiút, ezek kompenzáló mozdulatok. A szenvedés ténye abból áll, például a legnagyobb, hogy élünk, de tudjuk, hogy meg fogunk halni. És nem tudjuk, hogy mikor. Ez a mulandóság olyan elképesztő bizonytalanságban tudunk élni, hogy valami hihetetlen. A teljes mániákus depresszióig, hogy nem tudom, hogy most egy virágcserép agyon fog-e vágni, hogy a Győri Városháza előtt elmegyek. Úristen! Érted? Vagy feltételez kötöttség, hogy nem tudsz az ügyfélkaputtól megszabadulni olyan feltételhez kötött állampolgár vagy, hogy te már digitálisan is beadnád a kulcsot. De, de, nem, és még akkor is nézni kell. Értjük? Ezt nem igaz, hogy nem érted. Tehát a másik a kedvencem az a tökéletlenség, hogy az ott melletted az nem olyan, mint amilyennek ennek te szeretnéd. Meg esse, meg esse. Tehát tökéletlen. Ez a három nagy forrás, Mert hát van még, azt kapsz, amit nem akarsz, nem kapod meg, amit akarsz. Ilyenek. Tehát a szenvedés, az nagyon sokféle formát ölthet, de az a speciális vesztesség, ami mondjuk az előző görög definíció, az a mullandóságban és a feltételez kötöttségben benne van. Először is az lenne a feladat nem csak neked, hanem minden traumával élő lénynek, azaz mindannyiunknak. Hogy a meditáció tiszta pillanatában engedd ezt megjelenni. És nem kell kotorászni érte, csak elhárítani az akadályt, azt jön az a tudat felszíne fölé, miért? Mert meg akar tisztulni. Ahogy mondtam, a lélek az egészség felé törekszik, mert boldog akar lenni, mert szabad akar lenni, az másképp, hogy ezt nagyon ritkán éri el, és nagyon rövid időre, de akarja, és lehet. És ezért a nagyon mélyen fekvő duális tartalmak, ezek a felszín felé törekszenek, hogy elnyerjék az ilyenségüket, a valódi természetüket, hogy úgy lásd ezeket, ahogy vannak. Nem pedig úgy, ahogy ítéletalkotás, minősítés, önféltés, önmarcangolás, egyebek által te látod, mert így akarod látni. Mert az énséged, az aham így szűri. Ilyenné teszi, ezzé torzítja, és a meditáció az, hogy nem csinálsz önképet, nem ragaszkodsz a múlt jelen jövő általad eddig látott hármasához. Nem ragaszkodsz az és abszolút ö, mi voltához sem, mert kiderül, hogy nem abszolút. Tehát a tudatod akkor is teljes, ha nem érzékel. Akkor is teljes, ha érzékel. Ezt annyira nem szoktuk meg, hogyha mondjuk magányos lennél csak 16 órán keresztül egy leszigetelt szobában, és mindened lenne, megőrülnénk nagyrészt. Nincs input-output, nincs érzékszervi tevékenység. És amikor a meditáció ilyen tiszta, térszerű, tükörszerű, nem ragaszkodó, nem azonosuló tudatállapotában te látod ezt a traumát, akkor a látás által megszabadul a rávetített, projektált minőségeitől, azaz az illúzió leválik a valóságról. Ezt hívjuk ilyenségnek, szanszkizul tathatá. A tükörben látott tiszta valóság. És amikor az esemény, ami addig trauma volt, elnyeri az ilyenségét, több dolog történik. Az egyik, hogy megnyílik az ok és okozat látásának a kapuja, és látod, hogy honnan jött, hogy maradt fönt, és mivé változott, tehát hová ment. A következő, hogy látod a saját részedben, hogy ezt te hogy teremtetted. Hogy a ráeső része mindenkinek hol van, hogy a családunknak, a mezeiben azt az adott eseményt, traumát, apa, anya, te, nővéred, bátyád, milyen részben teremtette, és ebből a rádeső részt te hogyan tudod megváltoztatni. És ez már nagyon más, mint a puszta trauma vagy elfolytás. Úgyhogy a tisztánlátással nyerje el a tapasztalat az ilyenségét, az okozatiságát, és így bemutatja a teremtettségét. És miért a teremtettség nyilvánvalóvá válik, megszűnheted újra teremteni. Említett az előadása alatt, hogy a borderline, a narcisztikus césarom, személyiség és egyéb pszichopátiáknál az integritás sérül. Ez, ez hogy értette, mi sérül benne és hogyan? A nagyobb okozatiság látása sérül, a kisebb nem. Tehát ők azt hiszik, hogy ők a világelsők, önekik van igazuk mindig, mert folyamatosan hazudnak, folyamatosan önzően cselekszenek, folyamatosan csak a saját gondolataikat veszik észre, és a másikét nem, és ebben ők rendkívül következetesek. Ez főleg a narcisztikus románban elképesztő. És amikor rájönnek, hogy ez mennyire önközpontos, mennyire csak a világnak a rájuk eső részét vették észre, akkor jön be az, hogy hát integritás itt sose volt. És ez biztos, hogy valamilyen elképesztő trauma özönnek a részeredménye, hát nem a teljes és végső eredménye, ezt azzal, óhajtom illusztrálni, hogy minden az irányvétel függvénye. Tehát nézd meg a 20. század nagy diktátorait, akik népírtást hajtottak végre ideológiák nevében, milliók hallgattak rájuk azért, mert annyira meggyőzőek voltak. Mert például az érzelmeik, a gondolataik és a szavaik tökéletesen fették egymást. De az integritás sérül, és már látjuk is, tudjuk is, hogy miért. De az ő kis mikrokozmoszukban ez tökéletes volt. Értjük? Kisugárzott lett is eredménye. Akkor már látszott, hogy milyen sérülés van benne. De addig nem. Buddhista nézőpontból az, hogy nem integrált a személyiség, és akkor hagyjuk ki a pszichológiát, mert a szakemberre bíznám. Ön hogyan vélekedik? Én megint csak úgy tűnik, hogy ez a görög fogalmaknak az estéje. Visszamennék a fogalom eredetéhez, és megnézném, hogy ez hogyan alkalmazható ebben a modern szóhasználatban. Előjáróban azt szeretném mondani, hogy egyetértek azzal, hogy ha valakinek nem tetszik a másikban valami, az rögtön narci, érted? Tehát ez teljesen, hogy mondjam, divatos mostanában, és azzal, hogy ezt önző emberek egymás fejéhez vágdossák, még semmi érdembeni nem történik. Hát akkor nézzünk a fogalom mélyére. Van egy narkisszosz nevezettű görög herceg, aki egy forrás vagy egy tó partján ül, és a forrásban vagy a tóban, attól függ, mit olvasol, a víztükörben a saját önképét látja. És ez az önkép ez annyira fontos, hogy kizár minden mást, kizárja azt, hogy ő megéhezett, megszomjazott, kizár minden más ember önképét, csak erre figyel, és ott el is pusztul bele és amikor a te a saját önképedet sokkal fontosabbnak tartod a másénál, vagy a saját igazadat a másénál, ezáltal fölül akarod írni az oké és működését, ezt például egyfajta definíció szerint lehet narcizmusnak hívni. És ez azért érdekes, mert erről a nyugat akarva akaratlanul szekérdelék írt, az egyik legjobb az Oscar Wilde-nak a Dorian Gray arcképe. Tessék elolvasni, olvasni, ez egy elképesztően jó leírása, hogy egy narcisztikus személyiség hogyan működik. De az, hogy a másikat figyelmen kívül hagyom, hogy csak én vagyok a fontos, az én önképem, az én igazam, az én, 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 ez egy bizonyos típusú önzés, és amikor ez már úgy lesz kóros, hogy szenvedéllyel, szenvedélybetegséggel, narkomániával is párosul, az már egy minősített esete. Nézd meg a narkó, narkomán, narcisztikus közös gyökerét. És így meg egy kicsikét ízesebb ez a történet. Éppként az egyik ilyen, szerintem cezaromán és skizofrén, illetve paranoid személyiség jegyeket hordozó lény, az Adolf Hitler volt, aki egyébként kisebbségi komplexusban is szenvedett, és von Braun klinikáján, az akkori kezelési módoknak megfelelően ilyen énerősítő terápiát kapott, jól sikerült. Tehát ez, ez, azért fontos, mert hogyha az önképedet, a saját énképzetedet kiveszed a traumák mögül, azok kezelhetővé válnak, hogy egy hatalmas önképet teszel a traumák fölé vagy mögé, akkor te leszel a világ megváltója, pusztítója, stb. mert hatalmasra nőtt az önképed, és benne mindaz, amit tartalmaz ezért kell erre vigyázni, és tényleg szakember segítségét kérni, ha ez szükséges. Egyéb kérdés? én azt szeretném kérdezni, hogy az ego az lehet-e karmikus? Csak az lehet. És a meglévő egónk az mennyire tudja táplálni a családi, vagy éppen a saját karmánkat? Végül is, hogyha ellentétekre gondolsz, az egoitás az egyetlen, ami ezt táplálni tudja, mert nem vagy hajlandó alkalmazkodni, nem vagy hajlandó együttérezni, nincs semmilyen meghaladó bölcsesség. Magyarul a személyiség az teljesen le van fedve az ego kéreggel. Tehát értsük meg, személyiségre szükségünk van, de az egóburok nélkül. Egy azon valaminek a relatív lélegző működése a személyiség, és az abszolút lezárt, elkülönült, magát speciális helyzetbe hozó, az pedig az egoitás. Tehát tudunk nagyon hülyék is lenni, és tudunk nagyon összeférő, jó kis emberek is lenni. Ezzel egy kicsit lebutítva elmondtam a különbséget a kettő közt. Úgyhogy nézd meg azt, hogy mennyire váltál egyé a családod teljes tudatformájával, mert akkor látod azt, hogy eredetileg senkinek nincs igaza, de vacsorázni mindenkinek kell. Jó? Jó, köszönöm. Sziasztok. Hát az én kérdésem a megkülönböztető bölcsességről szólna, és a nihilről, mert azt tapasztalom, hogy mind a kettőben a részem van. És valahogy néha kettő között pattogok, mint egy pingponglabda, és nagyon unalmas. Hihetetlen jó bizonyos dolgok, olyan szinten, amik egyébként kell lennének, azok nem érdekelnek, és engem is zavar, hogy nem érdekel, és nem tudom rávenni magam azra, hogy foglalkozzak vele. Más dolgokra viszont elképesztően érzékeny vagyok, és ilyen hatalmas gondolat és megkülönböztetés özönt tudok zúdítani magamra, ami néha úgy érzem, hogy teljesen felesleges. És hogy tudom ezt harmonikusan Megoldani. Szerintem költözbe be egy templomba. <Szorítanak> <Szorítanak> Így egy, egy kicsit alkatilag szemügyre véve téged, én javaslom a kertművelést. Ugyanis ilyenkor a kert az ilyen gyógyító mező. Tehát a növény nem mondja, hogy ő semmi, vagy valami, de gyomlálni kell, meg öntözni, meg vetni, meg aratni, meg szedni. És ez, amit mondasz, ez a nyugati intellektusnak, ez az ilyen haláltánca. Hogy az én kép az a semmi, és az abszolút között, ott mendegél, még ezt a mendegélést is minősíti, hogy unalmas. Mi lenne, ha a nihilt beledobnád a nihilbe? Akkor a nihilből nem maradna semmi gyanús, mi? Tehát ne hagyd, hogy a saját intellektusod kicselezzen, ezért inkább én cselezem ki a te gondolkodásodat. Tehát ilyenkor, ha ezt észreveszed, hogy ez a dance macabre, ez a haláltánc az intellektusodban, meg a szívedben érzelmileg megy, hogy hajolj meg felé, drága jó kicsi karmám, köszönöm a tanítást, és mindez bullshit, mehet. De ezt csak akkor teheted, ezt az utolsó mondatot, ha már megköszönted a tanítást, és ezáltal az egész illúzióvá vált, mert amíg elhiszed, addig ez véresen komoly. Addig úgy elhiszed, hogy nincs az a szent könyv, amit jobban elhinnél. De miért látod, hogy ez az egész úgy, ahogy van, pff, mint a csillámport, gyémánc mint a villám, mint a vízfelszínén megjelenő buborék, oly állandótlan-e karmaszúbhuti, Mondja Budha. Tehát ez így, ahogy van, eredetileg nincs. És kész. Itt nincs jó vagy rossz gondolat. Ez az egész úgy, ahogy van, kuka. És ezért nagyon jó a pillanathoz, a helyzethez, a kapcsolathoz és a tevékenységhez visszatérni, mert előbb-utóbb csak törlődik ez a fájl is. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Utolsó kérdés hatodik gyermekemről kérdeznék, őt örökbe fogadtuk, és egy hihetetlen nehéz sorsa van, és az elfogadásra tanít bennünket, és nagyon-nagyon nehezen érti meg a, az igazságot, amit természetesen mi százszerzalékban kezdettől fogva átadunk neki, és jelenleg szeretnénk a leghelyesebben eljárni abban, hogy hogyan tudjuk neki a legigazabb utat megadni abban. Hány éves? Hét. Akkor még nagyon sok van előttetek. És hát az, az örökbefogadott gyermeknél még kevésbé lehet látni, mint az édes gyermeknél, hogy valójában miért van nálatok. A vér el előbb-utóbb kiderül, hiszen látod benne magadat, a párodat, a nagyszülőket, testvérek között is, hogy milyen karma. És ezzel távolról sem szeretném minősíteni az örökbefogadást, csak azt mondom, hogy nagyobb kockázat. És itt egyszerre kell egy olyan nézőpont, hogy a mi gyermekünk, hiszen a családban van, de mivel nem a vér szerint is, sokkal jobban kell látni, hogy valójában milyen karmát hozott idebe. És a testvérekkel való kapcsolat, így a fogadott testvéreivel való kapcsolat, az elképesztően fontos, sőt néha nagyobb gyógyító erővel bír, mint amit a szülők tudnak neki adni. És attól függően, hogy pontosan hol tart a fejlődésben, vagy milyen sokság, vagy milyen hiány van benne, meg kell választani a megfelelő környezetet. Mondok egy példát. Ha van egy olyan fiú, aki állandóan verekszik, akkor ő erőszakos. És mindaddig, amíg az erőszakból nem tud erőt csinálni, addig ő az is marad. Épp ezért a megfelelő környezet egy ilyen fiúnak egy harcművészklub, mert minden normális harcművészklubban az erőszak helyett az erő helyes alkalmazására tanítják a növendékeket. Vagy állandóan a gyerek a sárban turkál, és a sárból valamit megpróbál összerakni, de nem megy. És naphosszat, akármilyen idő van, vizet, földet, sarat így állandóan gyurmázik. Amíg nem egyszer el nem jön egy fazekas tábornak az ideje nyáron, és ott megtalálja önmagát. Tehát meg kell nézni, hogy az a karma, ami most nincs a helyén, ott, ahol van, az milyen környezetben, emberi, anyagi és egyéb környezetben lehet a helyén. És megtalálni ezt. Ekkor tud fejlődni. És ilyenkor a legnehezebb, hogy a szülő nem indulhat ki pusztán abból, hogy szerinte a gyereknek mi a jó hanem hogy a gyerek karmáját látva a gyereknek mi a jó. Nem az, ahogy azt én szeretném, hanem ahogy tényleg ő helyesen működhet. Néha olyan helyekre, olyan emberekhez kell elvinned, akiket te magad a hátad közepére se kívánál, de lehet, hogy a gyereknek az jó lesz. Mert megtalálja önmagát, megtalálja az útját. Sokkal nehezebb. De meg lehet jó. És most már tényleg utolsó kérdés, ha van? Az időbeosztással kapcsolatban szeretnék kérdezni. Fogalmam sincs, mire a beállítás. Eh. Az utóbbi időben maga alá a feladatok, akár munkái magánélet és házkerüli teendők, plusz a, a gyakorlásra szent idő. Tudsz-e valami tanácsot adni ennek a helyes beállítására? Küzdjél, mint egér, amely beleesett a sajtárba, nincs olyan időbeosztás, amiben minden benne lehetne. Ezt azzal szeretném illusztrálni, és most engem te ne sajnálj, hogy az elmúlt 90 napos elvonulása, meg kb. két hete ért véget, az úgy zajlott, hogy reggel négykor fölkelés, este tízig vagy szanga, vagy család, vagy tanítás, vagy gyakorlás, vagy munka, úgyhogy hetente kb. két olyan napon volt, amikor napközben tudtam pihenni. És az összes többi az meló. Viszont ez úgy kikovácsolt, tehát annyira nincs időt gondolkodni magadról másról, csak cselekedni tudsz, viszonyulni, ha kell beszélni, ha kell, uram, bocsánat, hallgatni, azt is a WC-n nagy részt, mert ott nem kell semmi, És ez se szólni, csak ürüljé ki fele. Tehát ilyenkor nézd meg azt, hogy ki a fontos, mi a fontos, és azt kell tenni. Mindent nem tudsz. Mindenkit nem tudsz el. De aki és ami fontos, az lehet. Ott tudsz lenni, jelent tudsz lenni, meg tudod tenni, ki tudod mondani, meg tudod hallgatni, be tudod fogadni. Ez lehet. De az, hogy mindenre idő, na az nincs. Olyan nincs. És ez valahol az életnek egy szükségszerű alkotó része. Most gondold el, ha mindenkinek mindenre úgy lenne ideje, ahogy akarná. Hát így csurognak ki az elégedettség a szája csarkán. Hát olyan testpedés lenne, hát olyan elképesztő halál lenne belőle. Nem kellene döntést hozni, hogy most 100 százalék, 50 5 és nulla ha nem lenne értelme, nem lenne az egésznek dinamikája, mert a mulandóság ilyen elképesztő. Tudod, hogy mindenre nem lesz és valami úgy fog elmúlni, hogy nem fogod, nem fogod megélni. Valaki úgy fog jelen lenni az életedben, hogy egy hetet, ha beszéltetek, holott egy egész életet lejelnél vele, de nem jutott több rá, mint egy hét. Tehát ez az elégtelenség, ez a tökéletlenségnek egy formája, ez az élet alkotó része, és enélkül nem lenne érték. Nem lenne az, hogy ő igen, ezért most fontosabb, mint a másik. És tudom, hogy miért, és fáj, hogy a másik nem lehet fontosabb, de ennyi volt. Nincs több, mint 24 óra egy napban. Úgyhogy a mulandosságot állítsd az oldaladra azzal, hogy beállítasz egy fontossági sorrendet. A feltételhez kötöttséget azzal, hogy igen, bizonyos emberi kapcsolatokban meg tudod élni a szabadságot a kötöttségen belül. És a tökéletlenséget azzal, hogy belátjuk, hogy ezt a világot az összes tulajdonságával együtt mi teremtjük. Tehát ne szűköljünk itt a tökéletlenségen, hanem legjobb képességeink szerint tegyünk meg mindent, hogy segítsük egymást a felébredés felé vezető úton. Köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm a szanga segítségét, köszönöm a figyelmet.